Enyhe Katarzis. Klasszikus zenéről őszintén. Szatmári Robert el a Rádiókafén. Szervusztok, én Szatmári Róbert vagyok, ez itt az Enyhe Katarzis. Mai vendégem Géza színész színészrendező, egyetemi tanár. Számos díj birtokosa, a Kossuth egészen az érdemes művészik, de nekünk most ma azért vagy fontos, mert beszéltünk, hogy tegeződünk a felvétel én, előtt, igen. mert Amadeusz rendezel a Víg Színházban. Szervusz és köszöntelek. Tisztelettel a... én is. Mennyire vagy most talában fáradt, mert, mert nekem azt mutatod, hogy folyamatosan rohangálsz és, és szervezkedsz. És... Hát a mai napom elmondom neked, hogy kilenckor már bent voltam a Pesti Színházban, ahol készülünk november 25-én egy premierre, ez Pita Seppfernek az Amadeus című darabja, és ott fél tíztől próbáltam kettőig is, akkor most átjöttem ide. Neked ilyenkor, illetve nem ilyenkor, hanem jelen esetben az Amadeusz kapcsán előjönnek személyes érintettségek, kötődések, amikor rendezel? Az Amadeus című darabunk az a középpontjában egy zseniál, akit úgy hívtak, hogy Mozart Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart, aki szerintem az emberiség kultúr történetének egyik legnagyobb alakja. Rövid élet tett neki a teremtő. Itt egy pont, ha már kimondtam ezt a szót, hogy teremtő, hogy van egy csodálatos tanulmánya, tudományosan végig gondolt tanulmánya Johannes Keplernek, aki valamikor az 1600-as évek derekán írt egy tanulmányt, mégpedig a, azt végig gondolva és csillagászatilag, matematikailag igazolva, hogy a bolygók ö, 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 mozgása egymáshoz való viszonya, az tulajdonképpen leképezhető az ember zenei skálájára. Ez egy valami fantasztikus, varázslatos ö, írás, és természetesen ő a teremtőnek ajánlotta ezt a tanulmányát. És arról szól tulajdonképpen, ha azt elfogadjuk, azt az igazolását az ő, ő tudományos vizsgálatának, hogy a földön élő emberek belső zenéje az a szférák zenéjével azonos, vagy azok szerint, a törvényszerűségek szerint jellemzi az embert, akkor... Azt kell mondani, nem tudok jobb hasonlatot mondani, hogy ha a napsugár minden emberhez elér, és minden emberen végig simogat. A szférák zenéje vagy hangja eljut ide le a földre az emberekhez, és bennünk ugyanolyan ritmusban is ugyanolyan törvényszerűség szerint és ezt mi érezzük. mozdul tovább. Uh -huh. Csak itt akarok oda konkludálni, hogy van, aki egyáltalán nem hallja ezeket a hangokat. Te például, aki rajongsz az operáért, te hozzád mélyen eljut és megérint, de van, aki a szférák zenéjének teljességét meghallja és közvetíti felénk emberek felé. Ez mondhatni azt, hogy a, a jóisten hangja, és ez a teljesség. Mozárdban jelenik meg, nagy szerencsénkre, nekünk, embereknek, akik itt élünk a Földön, és az ő alkotásai mind a mai napig a legnagyobb gyönyörűséggel töltenek el. Tehát a Teremtő szólal meg Mozárd zenében, a Teremtő szól hozzánk. Mi, akik nem vagyunk zenészek, mert te, te sem vagy hivatásos zenész, én sem, én is azt gondolom, hogy amikor zenét hallgatok, vagy zenét hallgatunk, akkor kvázi van egy ilyen közvetlen kontaktus a teremtőhöz, transzcendenshez, tehát valami, valami olyas, valami, ami a katalazis által közel, amivel a is által közel kerülhetünk egyfajta felsőbbrendűhöz hát Tulajdonképpen szavakban nehéz is ezt önteni ilyen értelemben. Öh... Valami olyan mélyre hatol ö, azokban az emberekben, akik ö, élvezik a, a, a zene hangjait, amit nem lehet szavakban kifejezni, hanem magával ragad, és mondhatom azt, hogy egyé válunk azzal az univerzummal, amelynek mi itt a Földön részei vagyunk. Te is ilyen ember vagy akkor ezek szerint. <laughs> nagyon milyen, szeretem milyen zenét. A... Igen? Igen, igen. És igen. mi áll hozzá legközelebb? Milyen stílus, milyen jellegű hát zene? Ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy, úgy tudnám elmondani, hogy én 1953-ban születtem, egy Szabolcs-Szatmár megyei, akkor még Falusi státuszban lévő településen. Ezt a települést úgy hívják, hogy Ibrány. Mára már várossá, kisvárossá fejlődött. Élni akaró, csodálatos emberek azok, akik ott élnek, éltek, és remélem, hogy élni fognak. Szüleim pedagógusok voltak itt ezen a településen. Édesanyám, édesapám magyar történelem szakos tanárok voltak. Mindketten már a két háború között szerezték az ő diplomájukat, sajnos már nem élnek, de mindketten erősen kötöttek a zenéhez. Édesanyám is nagyon szépen énekelt, édesapám pedig a Debreceni Református Kollégiumban, ő kántortanítónak tanult annak idején, és képzeld el, akkor minden erre a hivatásra készülő diáknak meg kellett tanulni az orgona, vagy a harmónium mellett, hisz kántorok voltak, tehát akkor nekik a templomban zenélni kellett az ottani közösségnek. Illetve meg kellett tanulniuk egy hangszeren, és apám megtanult hegedülni. És gyönyörűen hegedült is, és gyerekkoromat átmegállította sokszor az a de pillanat, amikor édesapám a hegedűt vett a kezébe, és elkezdett otthon nekünk, a családnak, vagy ha barátok jöttek, volt egy valamilyen családi ünnepség, rokonok, családok, akkor apukám gazdagította, színesítette, vagy emelte a, az ünnep hangulatát. Ő szépen énekelt apám is ott a kollégiumban annak idején egy Csenki Imre nevű zeneszerző és zenepedagógus volt az ő tanára, őt sokszor gyakran emlegette, Kodály Zoltán növendéke volt, és kórust énekeltek, és ő arra volt az egyik legbüszkébb története az volt, hogy volt egy nagy ünnepség az ő diáksága idején, ahol az ország összes ilyen jellegű kórusa, ahol ő is részt vett az ő debreceni kollégiumában, összeütt, és elénekelték, a rádió is közvetítette Kodálynak a Psalmus Hungaricusát. Szóval ez egy ilyen hatalmas nagy élménye volt neki, és a zenéhez mindig is terelt bennünket. Két lánytestvéremmel nőttem fel, mindannyian tanultunk zenélni, hangszeren, mindig milyen hangszeren abhat, tanultál? Tessék? milyen hangszeren tanultál? És azt is el kell mondanom, hogy apám nyomán először hegedülni tanultam. Hegedülni apámon kívül a településen a református pap tudott, ő hozzájártam kisgyerekként, aztán oda került egy olyan ének tanárnő az általános iskolába, aki zongorázni is nagyon szépen tudott, akkor nála zongorázni is tanultam, sőt, felső tagozatos koromban, hetedikes, nyolcadikos koromban pedig klarinétoztam is. Tehát tulajdonképpen a, ha tetszik, a klasszikus zene is szinte a legtermészetesebb módon az én mindennapjaim részévé vált, közel kerültem hozzá, kottát mind a mai napig jól tudok olvasni, aminek nagy hasznát is veszem, és vettem is az elmúlt 50 év alatt ami óta én a Végszínház színpadán teszem a dolgot. Arra még nem gondoltál hogy operát rendez? De így gondoltam, de senkinek nem jutott eszébe, hogy erre invitáljon. Én magam Talán pedig most soha valaki. nem szoktam jelentkezni senkinél, senkinél. senkinél. Zenés darabot már rendeztem a Végszínházban is, meg vidéki színházakban is, de ezek a könnyű műfaj reprezentánsai voltak ezek az előadások. Tehát van közöm a zenéhez, mélyen átélve tudok létezni a zenében. Én azt gondolom egyébként, hogy egy prózai darabhoz képes, a használunk zenét, legyen az egy opera, vagy akár egy musical, vagy egy olyan mű, ahol rengeteg zene van ott, egy kicsit abstrahálni tudja. A, a kifejezést nem? Tehát, mint amikor az operában hallgatunk egy áriát, egy recsitati után, akkor megáll az idő, sőt, a tér is átalakul egy kicsit, és akkor ott, ott más dimenziók lépnek előtérbe. Tehát egy zene egy színházi embernek jelentheti azt, hogy egy plusz dimenziót adunk a, a, a dolgokhoz? Az, a zene az, az mindenütt nyomon követhető, még a beszédben is, még a szövegben is egy költeményben, egy drámai szövegben, egy drámai költeményben, ha mondjuk klasszikus művekre gondolunk, Shakespeare-re, vagy a Moliernél is vannak verses művek, vagy nem tudom én a, a romantikusokra gondolok, Schillerre, vagy Götére, másokra. Tehát a zene az mindig jelen van. Van itt is egy remek példám, ugye Óriási dolog, szerintem is a magyar nyelv csodája, hogy képes visszaadni a világirodalom minden nagy kultúrájú nyelvén született művet magyar nyelven, de ugyanolyan színvonalon, mint amilyen színvonalon az eredeti nyelven megszületett. Ö hozok egy példát, mondjuk talán a legtöbbet és a legtöbbször Shakespeare műveit fordították magyarra. Olvastam egy ö, nyilvánosság előtt, de folyóiratokban ö, lefolytatott vitát, ö, amelyben a drága megboldogult Géher István professzorom ö, éppen a Hamlet ö, Újabbkori fordításait hasonlította össze Arany János ö, Hamlet fordításával. Elismerve mindegyik ö, újabb és újabb fordítás értékeit, ö, egy olyan pontot ragad meg mégis, ö, letéve a voksát Arany János fordítása mellett, hogy ö, ő ugye a, a amerikanisztikai, anglicisztikai tanszéket vezette a, a, a életében a, a, az Ötvös Lórán Tudomány Egyetemen, és az Ötvös Kollégiumban külön kurzusai voltak, és nagyon-nagyon-nagyon átélten volt köze magához az angol nyelvhez is. Shakespearehez meg különösen hatalmas tanulmány van Shakespeare összes művéről. És Shakespeare, Shakespeare olvasó, igen, 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 igen. És uh, arról beszél, hogy a Shakespeare uh, előadásait a maga korában a nézők valóban nézők voltak, többségükben azt írja, hogy analfabéták hisz valóban a Glob színházban volt néhány páholy, ahol az arisztokrácia kíváncsi nézői ott ülhettek, de a néhány pennis helyeken, álló helyeken azok az egyszerű nézők voltak, akik írni-olvasni nem tudtak. És mégis nézőként mélyen átélten befogadói tudtak lenni a Shakespeare előadásoknak, és azt mondja, azon kívül, hogy fantasztikus képekben és láttatóan és a költészet magas fokán fogalmazta meg a, az ő történeteit és a külön, külön az ő drámai karaktereit, volt egy nagy titka, amit ő úgy mond, hogy a, a, a Shakespeare költészet a Shakespeare angol nyelvnek a zenéje hogy van egy olyan dimenziója a kimondott angol szövegnek Amire nincs magyarázat, ugyanolyan hatást vált ki a nézőből, mint amikor zenét hallgat. Hogy az a fajta zeneisége a szövegnek, amin megszólalnak a szekspíri alakok, az olyan, hogy az értelment túl valahol olyan mélyen jut be az emberekbe, hogy az ösztönökhöz vagy, vagy a, az érzelmeknek olyan mély birodalmába tud behatolni, amire csak a zene képes. Vagyis arról beszél Géher tanár úr, hogy ez tulajdonképpen az összes magyar fordítás közül szerinte Arany János volt képes arra, aki ezt a plusz dimenziót a hozzá Aha. tudta adni eh, ahhoz a eh, Shakespeare-i világhoz, ami egyébként originálisan a sajátja. Ez nagyon érdekes. Egyébként. Ugye, hogy milyen érdekes? Abszolút, abszolút. És az is érdekes, hogy mások nem tudták ennyire az angol nyelvet használni, bár nyilván voltak még sekkények. Van, aki, is, aki, hogy mondjam, tehát nagyon hűen adja vissza a nyelvi fordulatokat, szavakat, gondolatokat, szórendeket, és így tovább de lehet, hogy nyelvészetileg a legpontosabb és legtökéletesebb csak éppen ez a dimenzió hiányzik. Igen, belőle. abszolút, abszolút. Na most térjünk egy kicsit vissza Mozartra. Egyébként ilyen értem, lelőtted a poént, mert azt, akart, azt akartam föltenni első kérdésként, hogy szerinted zseni volt-e Mozart, de erre megadtad a választ a felvezető szövegedben, vagy a válaszodban. Nincs magyarázat rá, hogy, hogy de mitől, vagy miért. De én azért, mint művészeti oktatásban jelenlevő tanár, Pontosan tudom azt, hogy nem elég csak a képesség, hanem a folyamatos tanulás és tapasztalat a képességeken túl, az és a, a benne létel, benne mélyen benne élve a világban. Tud olyan gazdag és olyan nagy léptékű, mondjuk színművésszel megajándékozni bennünket, akik körülöttünk, akik nekem az én nagy elődeim voltak, akikre fölnézek, akiktől sokat tanultam, kortársaim közül is, és a fiatalok közül is, és az idősebb nemzedékben is, ö, ö, ki tudnék emelni számtalan ilyen nagy léptékű ö, művészt, de pontosan azért, mert soha, nem elégedtek meg azzal, amiben éppen vannak, vagy amiben éppen sikert aratnak épp egy alakításban. De rátekintve Mozart élettörténetére. Ö... Számtalan Mozart irodalomhoz köthető tanulmánykötet volt a kezemben, mi alatt készültem tulajdonképpen az előadásra. Percig nem hivatkozom rá, de nekem ez egy nagy megalapozottságot és nagy biztonságot és bizonyosságot ad, hogy jól gondolkodom róla és a, a környezetéről, ahol ő, a darab megmutatja az ő sorsát, az életének az utolsó tíz évében. Ö, kezembe akadt egy olyan kötet, ahol azt láttam, hogy ő, hat éves korától kezdve a papájával és a nővérével, sokszor velük volt a mamájuk is, hogy utazták végig számtalanszor egész Európát. Végig járta a német nyelvű területet. Átjutott a Brit-szigetekre. Ö járt Franciaországban végig-végig számtalan jelentős városban is, jelentős zenei központban, ugyanígy Olaszországban. És arra kellett rádöbbennem, ha látom ezt a térképet időben, térben, és látom azokat a helyeket, ahol ő megfordult, többnyire olyan helyeken fordult meg, Egyre jobban ö, haladva előre a saját korában is növekedve, ahol mindig az adott ö, kultúra, ez legyen angol, vagy német, vagy olasz, vagy francia zenei kultúra központjaiba volt szerencséje eljutni, egyrészt azért, hogy a papája megmutatta, hogy itt valami fantasztikus életpálya készülődik ebben a kicsi emberben, aki egyszer csak fölnő majd, de közben nem csak, hogy produkciókat mutatod be, hanem ő ott találkozott az ottani zenei élettel, az ottani nagy a korszakot jellem, jelentő nagy alkotókkal, akik foglalkoztak vele, akik tanították, és lépésről lépésre az ő élete egy folyamatos egyetemi szintű zenei tanulmányút volt, de folyamatosan, ha összeadnák, nem is tudom, tehát ötször végig lehetnek kerülni a Földet, azokat, mert többször is végig végigjárta ezeket az utakat, felnőtt életében is számtalan koncertkörútat csinált, és mindenkivel találkozott, a legnagyobb mesterekkel, azokkal, akik éppen megújítói, vagy éppen szintézis teremtői voltak a zenei életnek akkor. Látott operákat, hallott nagyzenekari műveket, zongoraműveket, kamaraműveket, pontosan megértette, fölfogta, hogy mi az a... Hogyan épül Visszamenőleg, visszanyúlva, maga a zenetörténet az emberiség történetében, vagy az európai zenetörténetben, a legmélyebb gyökerekig egy permanens folyamatban létezett, és benne a zenében, és állandóan inspirációkat kapott, tanult, a tanultakat egyből kamatoztatta az újabb és újabb műveiben. És mire 1781-ben Zászburgból Bécsbe érkezett, akkorra már kész, kiforrott, érett zenei gondolkodással és zeneesztétikával rendelkezett. Hány éves is ekkor, bocsánat? Ekkor, Pontosan. Tényleg szépen 25, 25 éves. éves igen. És 35 éves korában igen, már nem igen, él. Igen. És az a csoda, hogy belecsöppen egy olyan világba, ahol a zenei világ, illetve a befogadó közeg benne él egy közös zenei nyelvben, amit mindenki jól beszél, és mindenki jól ért. És megérkezik egy fiatal ember, és azt mondja, hogy én, én ezen túl akarok lépni. Engem nem az Istenek foglalkoztatnak, nem azok a hősök, akik ott vannak valahol a magasban, márvány szoborrá merevedve a színpadokon, hanem engem az érdekel, hogy milyen az én borbélyom, vagy milyen egy budoár, vagy milyen az a köznapi létezés, amiben lét, létezzünk, tehát egyszerűen magát a hétköznapi életet emelte bele, az opera, emelte föl, vagy hozta oda az opera színpadra, és mutatta meg, hogy tulajdonképpen a, a legtermészetesebb önkifejezése az embernek, akkor a zene, ha azon a nyelven szól, és arról ő, szól, Amiben éppen benne élünk. Nem valami távoli, tőlünk idegen, csak ö, 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 fölöttünk levő, fensőségesnek gondolt dolgokról, hanem éppen ellenkezőleg. Rólunk, emberekről, akik magunkra ismerünk a színpadon látottakban például. Igen, és tulajdonképpen a prózai színházban is ekkor születik meg a polgári színművészet nem véletlen. Tehát nem csak, nem csak az a zenében történik ez a paradigmaváltás, hanem a színházban is. Bocsát, még egy szó. Szóval. Nekem volt régebben egy olyan gondolatom, csak azért mondom el, mert ideillik, hogy szerintem amíg mondjuk Bach zenéje az istenit próbálta a földre a halandóknak leemelni, addig Mozart pont az ellenkezőjét tette, tehát az embereket emelte fel isteni szinten, mert az az empátia, hogy ábrázolja, tehát akár, akár a, a Daponte operákban ott azért van konfliktus, meg van van egymás kikezdése, meg tökéletes, olyan viszonyok vannak, hogy az emberek a néha példa. a végén ott, ott maradnak, ott mesztelenül, ö, lesújtva a saját Igen. vágyaikkal, emberiségükkel, vagy néha embertelenségükkel szembesítve, de olyan empátiával van megírva, hogy azon hihetetlen. Mélyen egyetértek a nagy szerencsére egyik utazása során elég hosszú időt tudott mestertanítványi viszonyban létezni, Philip Emmanuel Bach, aki nyilvánvalóan azt a szellemet beléplántálta, ami jellemezte az atya muzsikáját, és még nagyobb szerencsére Bécsben volt egy rendkívüli lelkes pártfogója, egy nagyon nagy zeneértő maga is, zenét is szerzett, irodalommal is foglalkozott, van szvíten báró, ő volt a Császári és birodalmi könyvtár prefektusa, ő volt a fő cenzor, tehát rajta keresztül ő nem, nem történt olyan kulturális jelenség a Császári birodalomban, második József Császári idejéről beszélünk, a, amivel ő ne találkozott volna, ismerte volna. Előtte tíz évig van Szvíten, Berlinben Nagyfrigyesnél volt a Habsburg udvarnak, a nagykövete, ahol ő a Bach zenével nagyon szoros kapcsolatba került, és visszatérve a császár egyik tanácsadójaként és a könyvtár fő prefektusaként és főszenzorként, propagálója volt Bach zenéjének, és olykor Mozarttal együtt a Bárónál rendezett vasárnapi szoárékon Együtt játszottak Bachot. Sokszor azt, e, azt rendelte Mozarttól, hogy mondjuk egy nagyobb e, apparátust igénylő zenei művet azt legyen szíves, dolgozza át, vagy kamaraművé, vagy éppen zongorára e, e, dolgozza át, és Együtt, közösen zenéltek. Tehát egyetértek, Bach nagyon-nagyon-nagyon erősen és mélyen hatott rá, és ez a hasonlat, ez pedig remek, ahogy elmondtad. Valóban, akkor most visszatérnék ilyen szempontból módszátra, hogy Vegyük például a Don giovanni ahol éppen ez a példa mutatódik föl, amiről beszélsz, hogy él a, a, a teremtő által és a teremtő törvényei által és állandó bűntudat. Ott ö, tápláló jelenléte által él az, éltek az emberek a földön, és egyszer csak tulajdonképpen igazán a modern ö, polgári ö, európai arcát. Az európai szellemnek éppen a Don Giovanni-ban mutatja meg Mozart. A, a, a korszakban ugye írt Molière, írt Don Juan drámát. Sokan írtak. A költők foglalkoztak a Don Juan problémával. Tulajdonképpen a földi léten, létünkben az a nagy probléma felvetés, hogy igen, hogy tudunk-e szabad akaratunkból dönteni, szabad akaratunk és érzelmeik szerint és filozófiánk szerint létezni a világban, nem lenyűgözve ö, ö, fölöttünk álló erők által, hanem. A ránk kiszapott sorsunknak mi lehetünk a kovácsai és irányítói. Tulajdonképpen, ha van két arca az európai szellemnek, akkor az egyik a Fausti arc, a másik a Don Huani arc. Más kultúrában, távoli kultúrákra gondolok, ez a fajta individuális. Nagyon ö, személyes ö, világszemlélet ez, ez, ez nem létezik. Ö, tulajdonképpen eljuthatunk ö, a, a szentírásig, ahol is a, ö, az első szó az én. <laughs> az én. Tehát ez, ez az arca a, a, az európai szellemnek, az én központúság. Uh -huh. Úgyhogy éppen ennek a példázata, amit említettél, hogy ö, a korszakban ö, itt egy nagy paradigmaváltás történik, tehát ö, ö, ami velünk van itt, mi törekszünk ö, valóban... Ö, hogy mondjam, morálisan és létezésünkben is olyan magaslatokba fokozni a körülöttünk lévő világot, hogy méltó legyen ahhoz, a, a fönti világhoz, amit csak elképzelni tudunk. Most annyi gondolat eszembe jutott arra, amit mondtál, azért nagyon-nagyon sok-sok érdekes gondolatot villantottál itt föl. Most csak a legutolsó mondatodra visszautalva, Szerinted a mostani világunk mennyire került messze ettől az ideától, amit a 18. na most ez egy baromi nehéz kérdés. Nem, nem nehéz. Nem, én azt gondolom, hogy mindenkorban ugyanúgy, az emberek ugyanúgy küzdöttek a, a, a maguk hétköznapi életével, és tulajdonképpen a legkisebb dolgokat is kozmikus léptékűnek élték meg, hogy úrrá legyenek az ő problémáikon. És szerintem nem változott az ember, mint eredendően ennek a mindenségnek, vagy a teremtett világnak a része. Technicizálódtunk, sok minden történt velünk, Birodalmak omlottak össze, világrendszerek omlottak össze, ö, országok szűntek meg, hatalmi rendszerek semmisültek meg. De, maradt. De az így van, pontosan az emberek maradtak. S. Édesapámat említettem az interjú elején, aki nyugdíjas éveiben, mint történész, ha tetszik. Ö, megírta az én szülő falumnak, ma már szülővárosomnak, Ibránynak a történetét, és mikor ezt elolvastam, akkor pontosan ezzel szembesültem, ráébredtem arra, pont en az ő könyvének, vagy tanulmánykötetének köszönhetően, hogy Ugyan a történelem könyvekben mindig királyok, meg nagy hatalmasságok, hadvezérek, meg sok-sok mindenki szerepel, csak azok nem szerepelnek, akiknek köszönhetjük, hogy most mi itt ülünk és beszélgetünk éppen a rádiókaféban, ilyen ilyen tesznicizált környezekben, nagyon kellemes közegben, mert minden ember, aki létezett, harcolt, küzdött, vagy éppen megadatott neki, hogy békében éljen, tette a dolgát a maga helyén. A földműves túrta a földet, a halász halászott, a kereskedő kereskedett, az iparosok űzték az ő mesterségüket, a pap pap volt, a tanító tanító volt, a jogász jogász volt, vagyis összeadódtak azok a a hétköznapi sok-sok apró munkák nevelték a családjukat, aggódtak a gyerekeikért, szerettek, boldogtalanok voltak, énekeltek, zenét hallgattak, az ők ő hétköznapjaik is gazdag volt mindig zenével, tehát ő, és mind a mai napig szeretik az emberek a zenét, és a zene az része a mindennapi életünknek. Természetesen van összehasonlítási alapunk, most akkor csak hozok egy másik példát. Egyik kedves könyvem, Kodály Zoltán. Utam a zenéhez című kis vékony kötete, ami tulajdonképpen hat egymást követő interjút tartalmaz, de ezek az interjúk, ezek annyit jelentenek, hogy a brémai televíziónak jutott eszébe Kodály halála előtt, hogy eljönnek, bré... nem Magyarországon jutott valakinek eszébe, Ö, brémában... Brémában éltek músikusok. Ezt mondom, brémából idejöttek Budapestre, Igen. és Hat ülésben csináltak egy fantasztikus tévéfelvételt vele, aminek a, a tulajdonképpen a szövege van leképezve ennek az interjú sorozatnak ebben a kötetben kétszer is eljöttek, egyszer eljöttek tavasszal, azt hitték, hogy akkor ezzel kész, és végignézték, és rájöttek, hogy ők még annyi kérdésük lenne Kodály Zoltánhoz. Megkérdezték, hogy hajlandó lenne fogadni őket ősszel is, és ősszel még visszajöttek nagy szerencsénkre, és még három ülésben, még három nagy interjút készítettek. És itt egyik ponton arról beszél Kodály Zoltán, hogy az ő Gyerekkorában nagy szombaton, ahol a, ő, ő, ő élt, a szüleivel élte, vagy a kamaszkorát, a, a, a gimnáziumi időszakát ott tölthette. Az ő papája állomás főnök volt, és hogy. Pozsony nem volt messze, minden frissen megjelent, Pozsonyban megjelent újabb zenei műnek a kottáját beszerezték, azt elszaladtak Pozsonyban, megvásárolták, hazavitték, és volt a nagyszombati Kodály papának volt egy baráti köre, akik szintén jól zenéltek, és hétvégeken összejöttek, és ezekből a kottákból zenéltek. Volt, amikor hiányzott valamelyik zenésztárs a, a barátok közül, akkor megkérték az akkor még csak középiskolás Kodály Zoltánt, hogy Üljön be annak a barátnak a helyére, és zenéjen vele együtt. Csak azt akarta ezzel mondani, hogy szinte a mindennapok természetes része volt az együttzenélés, a zenei kíváncsiság. Sőt, arról is beszél, hogy a nővérével nagyon gyakran eljutottak Pozsonyba egy-egy. Európai vagy világhírű nagy zenekarnak, vagy karmesternek, vagy zenésznek a koncertjére, mert Pozsony, mint Bécshez közeleső egyik jelentős magyar város, igen izgalmas zenei életet élt, és mindenkit hallhatott ő is, aki abban az időben Bécsben megjelent az ottani zenei világban. Fölvették ide egyetemre, a ötvös kollégiumba került, és képzelde, hogy két, egy időben két egyetemre is járt, bölcsésznek tanult a Pázmány, akkori Pázmány, 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 ötvös kollégista volt, de a Pázmány egyetemre járt, illetve a zeneakadémiára járt vele párhuzamosan zeneszerzés szakra, és azt mondja, mindig ott volt minden zeneakadémiai koncerten, és ott szembesült azzal a drámai helyzettel, hogy ellentétben Pozsonyjal, ahol olyan izgalmas, sokak által látogatott koncert életet élt át, Budapesten kongott nagyon sokszor a zeneakadémia nagy terme. Kevesen voltak a az újabb és újabb zenei művekre kíváncsiak. És azt mondja, ekkor értettem meg, hogy Budapest egy nagy európai város, ahol a zeneértő értelmiség fogyatkozóban van, viszont lélekszámban egyre inkább gyarapodik, az a munkás réteg, az a proletár réteg, akik itt a gyárakban egyre terebélyesedő nagy gazdasági föllendülésben egyre többen jelen vannak Budapest lakosaiként, akik viszont nagyon messze vannak a zenétől, nem is adatik meg nekük, ahogy ő neki még gyerekkorában megadatott, hogy a családi meleg fészekben, hétvégenként egy-egy kellemes délután ebben a csodálatos zenei közegben eltölthessen, és azt mondja, akkor jöttem rá, hogy itt van egy legkisebb közös többszörös, ahol mégis meg lehet menteni az embereknek azt a minőségi igényét, ami egyébként korábban jellemezte a különböző közösségeket, városi közösségeket, hogy az iskolába kell elkezdeni tanítani. Ahol ott van az legegyszerűbb szociológiai közegből, vagy a legkifinomultabb közegből is oda kerülő gyerek, és mindenki egyenlő esélyt kap arra, hogy a zenéhez közel legyen. Ugyanis a verbalitáson túl, ezt már én fűzöm hozzá, minden művészeti ágnak megvan a saját nyelve. A zene is egy nyelv, ahogy egyébként a színháznak is megvan egy nyelve, vagy a Képzőművészetnek is megvan a maga nyelve, és ugyanígy megvan az irodalomnak és a költészetnek is. Vagyis ugyanarról beszél mindenki a saját korában, csak más-más nyelven. De ezt a nyelvet vagy alapfokon, vagy középfokon, vagy a legmagasabb fokon el lehet sajátítani és annál gazdagabbak vagyunk, minél értőbben tudunk fordulni, vagy hallgatni egy zenét, vagy olvasni egy szöveget, vagy látni egy színházi előadást, látni egy filmet. Az is egy külön nyelv. Vagy éppen nézni egy képzőművészeti kiállítást, vagy egy szoborparkban bolyongani. Vagyis, ha a zene nyelvét odaadjuk mindenkinek egyenlő eséllyel a fölnövekvő nemzedékekben, akkor itt ismét zenéért rajongó és zenét értő közönséget tudunk fölnevelni. Hát ez csodálatos dolog, hogy ezt megértette ő, és olyan elhivatott volt, hogy tüzön vizen át, már a két háború között is, és aztán a második világháborút követő évtizedekben is az ő haláláig ezt képviselte, és ahol csak lehetett, propagálta, sőt, elfogadtatta a mindenkori kulturális kormányzattal, és támogatást tudott neki szerezni. Igen, igen, igen. A, a Mozarthoz egy kicsit térünk vissza annyiban, hogy Mozartról beszéltünk, szerinted Mozart egy zseni, ki Salieri? Szálniéri egy nagyon magas színvonalon képzett zenész. A korának az egyik legelismertebb zeneszerzője volt. A legnépszerűbb operáit a világ nagy zenei kultúrájú városaiban, a színházak, operaszínpadokon bemutatták, rajongtak érte és nagy megbecsülésnek örvendett. Most, ha. A Bármelyik olyan felületen, ahol zenét hallgathatunk, rátalálhatunk Száliéri zenékre is. És ha egymás után meghallgatjuk a két zeneszerzőnek a zeneművét, egyébként elismeréssel hallgatom Száliérit is, de érzem benne azt a fajta metrikusságot, azt a fajta szabálytiszteletet, azt a fajta. Ö, hogy mondjam, az establishmentet. Pit Pitagorászi eh, matematikai szabályosságot. A négyzet plusz B négyzet egyenlő. Nem térünk el sem erre. És nincs ezek bekeretezett, nagyon szabályos, de nagyon magas fokon művelt zenei művek, és ő is egy rendkívül kifinomult, ő képes volt meghallani az isteni hangot Mozart műveiben kifejezni viszont nem tudta. Ö, nyilván látod a filmet. A maga ami, idejében ami valamikor... Befüle. Most nem, a most nem meg újra? Én semmi, ja, semmi. Értem. Én ha. ilyenkor a lehető, olyan vagyok, van zeneszerző barátom, amikor mit tudom én, beszállok vele egy taxiba, és szól benne a zene, akkor egyből tisztelettel megkéri a taxisofőrt, hogy uram, ne haragudjon, kapcsolja ki a zenét. Mert a zeneszerző barátomat zavarja, lehet, hogy éppen benne van egy alkotásban, vagy, vagy, nem szeretné, ha belopná magát valami olyan zene, amit aztán észre se venni, és tudatalat egyszer csak már be, beforgatja valamelyik művében. Én ugyanígy vagyok, de ha a szerepeimre is készülök, Olvasok hozzá sok mindent, meg, tehát az, a, hogy mondjam, a szellemi, a szellemtörténeti része nagyon érdekel, de maga a, 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 a korábbi született műveket a maga idejében láttam, emlékszem rá, valamikor pontosan 80-as évek elején mutatták be a darabot először Magyarországon a Végszínházban, tehát az tulajdonképpen már 40 éve és a filmet pár néhány éve, azt hiszem 80-as évek közepén ő, mutatták be. Én akkor láttam a filmet. Azóta nem engedtem, és nem is engedem közel magamhoz, mert é, a, a, arra vagyok kíváncsi, hogy engem személy szerint ma, 2023-ban ezekkel a halvány emlékeim, tényleg csak nagyon halvány emlékeim vannak, hogy inspirál. Ugyanis, amikor egy fiatal közösség, mint a, akikkel én most itt együtt csinálom ezt az előadást. Nálam a Száliér is nem öreg ember, hanem egy éppen 40-es éveihez közelítő fiatal kollégám, ötves András ő, alakítja a Mozart szerepét, ifjú Vigyászki Attila, hogy, hogy ő rájuk hogy hat a én rám, hogy hatam mű, és mi, hogy olvassuk újra, és hogy hallgatjuk újra Mozart zenéjét, és mit jelent ma? Ma, nekünk. És az az élményem, mintha most írta volna ezeket a zenéket, nem klasszikus zenét hallgatok. Hozzám, velem párbeszédet folytató ö, Csodálatos nyelven hallom azokat a ö, 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 fantasztikus ö, műveket, amelyeket szerencsén van hallgatni, és amelyeknek ö, bizonyos momentumai megjelennek magában az előadásban is. Nagyon nagy élmény, és ö, inspirálós, ami talán a legjobban erősít engem a mostani rendezői munkámban, hogy Mozart hihetetlen, következetesen ragaszkodott mindig az éppen adott műhöz megragadott formához. Nem kötött kompromisszumot. Ő haladt előre. Meghaladva az említett pitagorászi szabályokat, hanem olyan utakra szárnyalt, röpült föl, olyan eh, tájaira az érzésnek, az emberi viszonyoknak, amit addig soha senki nem tette, és az a rácsodálkozás nagyon gyakran, mikor így együtt tölthetünk időt vele, hogy mintha most születtek volna ezek a művek. Itt, Bocsánat, Ennyi. Te mennyire vagy ilyen szempontból bátor alkotó? Mennyire, mennyire most a belső inspirációdat kérdezem, mennyire jellemezek téged az útkeresések, a, a, a határokon túli létezés vizsgálata? a, határt. a határt. Így van. hát az ember minden esetben arra törekszik, de meg kell mondanom, hogy minden műhöz az út a kudarcon keresztül vezet. Sok-sok apró kudarc, hm. apró, próbálsz, próbálsz, próbálsz. Visszahat rád a mű, visszahat rád az, amit látsz a, a kollégáid által a színpadon, ahogy az ő lelkükben, lángra lobban, vagy neked sikerül őket úgy inspirálni, hogy az, az, az biztos, hogy hogy egy nagyon eredeti és komolyan vehető mű van készülőben, ezt most én lekopogom itt, nem szabad elpénet szólni, mert nagyon vétkes lennék, és nagy arcú sem akarok lenni. Summa summarum, euh, hogy mondjam, az a minimum, hogy a kudarcot meg kell célozni, hogy el kell jutni odáig, hogy ha legalább legalább Attól nem szabad félni, csak ezt akarom mondani. És ha azt meg tudod haladni, akkor születik valami. Kudarctól kudarcig haladva soha nem veszíteni el a lelkesedésedet. Ez a siker egyetlen kulcsa szerintem. Mozart tele volt meg nem értő közeg, környezettel, sok-sok személyes kudarccal, holott a művei évszázadokig meghaladták azokat, akik esetleg negatívan vagy hozzá nem értően minősítették. Egyébként nagyon érdekes, hogy az adott kor, ahogy te említetted, hogy a polgárosodásnak egy különös világában járhatunk, amikor ezzel a művel foglalkozunk, a magyar történelemben nagyon negatívan van fölmutatva a második József császár. Én most már tudom, hogy amikor Mozart Bécsbe érkezett, két radikálisan nagy alak élt Bécsben. Ha tetszik, nagy alkotó. Az egyik, Mozart, aki a zeneművészet zsenie volt, a másik, második József, aki az államigazgatás nagy zsenie volt. Majd évtizednyi uralkodása alatt ugyan olyan radikálisan újította meg az államéletet, ahogyan megújította Mozart a zenei életet. Mikor meghalt Körülbelül 5000 új törvényt ö, foganatosított, mint uralkodó. Volt, amit nem is tudtak végrehajtani. Olyan sebességgel akart mindent átalakítani. Polgárivá, ha tetszik, a feudalizmusból, az arisztokrácia ö, kiváltságaiból ö, kilépve. Ö, tulajdonképpen még azt is eltörölte rendeletben, hogy kezet csókoljanak neki, csak most egy pici kis példát mondok, de ettől függetlenül Ez sokkal fontos, nagyobb, fontos. tehát a magyar ö, uralkodó, vagy arisztokráci, vagy nemesi rétegek a legnagyobb sérelemként élték meg, mindazokat az államigazgatási rendelkezéseket, amelyeket ő fogarnatosított, érthető, hogy aztán az ő halála után a legnagyobb ellenállással ott, könny, ott, vissza lehetett csinálni egy csomó mindent. Az a szerencse, hogy a művészet, minden művészeti ág, az nem olyan, mint mondjuk a politika, vagy az államigazgatás nevezzük így, vagy nem olyan, mint a tudomány, minden meghaladható akár az államigazgatásban is, és meghaladható a tudományban is, fölfedeznek ma valamit, és rájönnek aztán arra később újabb tudós nemzedék, hogy ó, az nem is úgy van, hanem egészen másképpen. Aztán őket is meghaladhatják. A művészetben az a csoda, hogy minden egyes életmű egy-egy bolygó, földrész, ami a művész által van felfedezve. És az úgy marad az időben. Nem meghaladható, hanem az önmagában létező igazság vagy vagy valóság. És aztán jön egy következő, így utalok akkor Saliéreire, elismerem, hogy ő egy jó szakember volt, de ő egy kis bolygó ezen a, a, az elképzelt, ebben az elképzelt zenei univerzumban, Mozart pedig maga a világ egyetem. A teremtés másik fele. Igen, így van. Hogyha már Shakespeare-t megidéztük. Igen, igen, Egyébként igen. érdekes, hogy a, 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 zsenik, vagy ezek a nagy világi elmék, azért is zsenik, mert feszegették a határokat, és túlmentek olyan szabályokon, amelyeket a kortársai nem mertek, vagy amelyeket a kortársai nem mertek. Vagy nem is értették. És, nem is értették, és közben van egy másik dimenzió, is, ahogyan hatnak ránk ezek a művek. Tehát mert jobban, jobban megérintenek, jobban szólnak a lélekhez. Tehát valami törvényszerűséget jobban felismer az, akit mi zseninek tartunk. Tehát a világ megértéséhez, az életünk elviselhetőségéhez ők segítenek hozzá. A zsenik kapcsán van egy ilyen, ilyen hit vagy téfit, nem tudom, melyik az igazság, hogy ők könnyen alkotnak. Nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem. Tehát azért zsenik, mert egész egyszerűen jön belőlük. Erre, erre, ez nem tudom, ez terül, nem úgy terül, van. gondolsz valamit? Tehát, hogy van, eh, hogy mondjam, eh, hozok egy másik példát, mondjuk, Nem tudom, miért József Attila jutott most eszembe, hogy ő Zseni volt. Én azt gondolom, hogy Zseni volt. Minden egyes mű egyrészt, ha írom abban a koncentrációban, vagy létrehozom abban a koncentrációban, és abban a belső, sok-sok összetevőjű személyiségben, aki vagyok, az. Ö, az egyrészt az, az munka, az nem csak úgy jön, az. Ö, az. Ö, a világ inspirál, a saját életem inspirál, a környezetem inspirál, egy. Ö, mű, inspirál, hát hogy kezébe akadt a, a betiltott bomársi darab a figaróházassága házassága Mozartnak. Senki nem kérte tőle, hogy ő írja ezt, ebből operát csináljon. Be volt tiltva Franciaországban, be volt tiltva a, 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 a osztrák császári birodalomban. feszegette a hatalmi, meg a. De mégis, hát, a, mert ő, hogy mondjam, szociológiai értelemben egy mérő jött ember, ez a ö, törékeny ö, fizikumú ö, csodaszellem és varázsló, akit Mozartnak hívunk. És nyilván számtalanszor át meg átélte azt, hogy hogy ő ugyan megcsinálta a koncertet, elementáris sikert aratott és örömet okozott a hallgatóságnak, majd utána mondták, hogy menjen ki a konyhába, és üljön le ott a cselétséggel az asztal sarkára, és ott fogyassz el a vacsorát. És ugyanígy lépten nyomon szembesült azzal a társadalmi igazságtalansággal, amit ő nem írt le filozófiai tanulmányban, bár érdemes a leveleit olvasni, mert rendkívül intelligens és fantasztikus mélységben és, és színességében látta az életet, amit a papájának írta ezeket a leveleket folyamatosan. De, de, a maga világ inspirálta őt, hogy beszélni kell róla, és. és az elviselhetetlent elviselhetővé kell tenni. És hogy pontos legyek, ugyanolyan ember minden ő, alkotó ember, minden művész, akár egy zeneművész, mint minden más ember. Tulajdonképpen a irányzés semmi különös nincs egy mérnök, egy munkás vagy egy semmiféle különösebb képességgel nem rendelkező környezetünkben élő ember ugyanolyan. De mégis rendelkezik egyfajta képességgel, ho, a, ami képessé teszi arra, hogy 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 műalkotás formájában mutassa be a világot akkor, amikor ez a világ még csak a vajúdás, az alakulás, a mitikus kezdet alakjában gomolyog valahol az emberi láthatáron. Ugye világosan mondom ezt, Robert. Vagyis megelőzve azokat az embereket, akik itt élnek körülötte, önmagán át, mint egy műszeren át eh, engedve rögzíti azt, ami majd csak lesz, de még nincs. De ő már akkor is sejti, és a műalkotás formájában ide tesz jelénk. Ezért sokszor érthetetlen. Évszázadokra előre bölcs, okos és és hihetetlen fényességes irányt mutat nekünk. Mozart törékenysége valamilyen formában megjelenik az általában darabban? Hát, persze, hát ez az évtized az a döbbenet, hogy az az önemésztő, önpusztító élet, hogy folyamatosan Írnia kellett. Egyrészt a saját egzisztenciája okán, hogy életben maradhasson, hogy, hogy a gyerekeit nevelni tudja, hogy a családját el tudja tartani, meg saját magát, és azt az életformát tudja élni, amit elvár mindenki tőle, a környezete, mindenki, és ő is saját magában is ezt igényli. Ugyanakkor pedig ennek az az ára, hogy hogy Folyamatosan dolgozni kell. Folyamatosan vannak megrendelések, de van, amikor. Titokban csinál sok-sok mindent, akár mondjuk a imént említett figaróházasságát. Senki nem kért tőle, hogy a Don giovanni csinálja meg, és egyszer csak megszületett a John Don Giovanni, ami Bécsben megbukott, Prágában pedig elementáris siker volt, és aztán azóta is levehetetlen az opera színpadokról, ahogy ugyanúgy a figaróházassága vagy mondhatom, a szöktetés a szerályból, vagy vagy most jussunk el mondjuk a, a nagy, misztikus ö, 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 konteókkal körbeölelt rekviemig, ahol ugye végül is nem tudta befejezni, de Ha valaki közel volt az Úristenhez, amikor Móczárt a rekviemet írta, az biztos, hogy Istenke ölében ült, és ott zengtek ezek a fantasztikus hangok és zenei gondolatok, amit a rekviemben hallgathatunk. A 20. században, vagy egészen Mozart utántól tudsz mondani egy olyan zeneszerzőt, akinek a munkássága olyan elementális hatással van rád, amiről most beszéltünk hogy Hogyne, hogyne, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Milyen vannak, akiknek az egész életművük magával ragad, van, ö, akiknél bizonyos zenei művek ö, tudnak magukkal sodorni. Nevesítsünk pár Akkor mondok például, nekem ö, nagy fölfedezés volt még főiskolás koromban, ez a 70-es évek elejéről beszélek. Egyszer elmentem egy egy zeneakadémiai koncert, és egy Máler első szimfóniája. A titán, van. hú, az, az, Hát, hogy mondjam, tehát akkor én leestem a székről, és azt mondtam, hogy ez, ez, ez valami fantasztikus. Ö... A, a, kollégium... az össze, a összes többi szinfóniájával is megismerkedtél? Persze, ott... végig, végig Aha. az egész, igen, így van. Pontosan, így van. És könnyen ment? Mert nekem abszolút. a többiek nehezebben adták Nem, magukat. Abszolút. És én értettem is, egyre jobban értettem. És egyre jobban megértett hogy őt mi foglalkoztatta. Tehát ő, pont két, ő is két világ között volt pontosan. Tehát a romantikából átbillenve ebbe a kegyetlen, a, modern, a kegyetlen igen. 20. Századi, igen, szörnyűséges 20. századba. De hogy ugyanígy akkor tudjam mondani, hogy nálam Kodá és Bartók az két megfellebbezhetetlen csodalény, Éh és még közbevetőleg ide tenném Liszt Ferencet, mint bizonyos műveit. Zárójában jegyzem meg. Lehet, hogy te nem tudod, lehet, hogy a hallgatók közül sem tudják sokan, de a 70-es évek végén készült egy tévéfilm sorozat Liszt Ferenc életéről, amely sorozatban megadatott Színetermiklós rendezésében, hogy én játszhattam Liszt Ferencet, körülbelül a Weimarig jutó időszakig, és ott egyébként éppen egy Wagner, a Lohengrin vezénylése közben a Weimári színházban még engem mutatott a kamera, és akkor átvágott a zenekarra, és mire visszavágott a karmesterre, már az idősebb korában Liszt Ferencet megformáló Darvas Ivánra vágott vissza uh -huh. a kamera már így a Liszt Ferenc életéből és életművéből is megértettem, akit még talál tanított még Szaliéri összhangzattanra. Liszt Ferenc tanítványa, Tomán István, aki a titkára is volt tanította Bartók Bélát. És csak a, a, Liszt Ferenc még Beethovennel is találkozott. Csak azt akarom, aki akkor már ö, 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 Csak akarom mondani, hogy ez a fajta, ö, hogy mondjam, hogy pontos legyen zenei vérvonal, ami mondjuk Bartókig nyúlik, és azon túl az Mozarttól ered. Tehát ez a mi ö, világléptékűvé váló zenei életünkben, akár Kodálynak, akár Bartóknak is köszönhetően, ez a mély gyökerek oda vezetnek vissza bennünket. Ez egy hatalmas nagy családva és fantasztikus ív, ö, akik aztán továbbadták ugyanezeket a maximalizmusra törekvő, fantasztikus mesterségre inspiráló tudást, amit ők beszereztek, mondjuk akkor eljuthatunk oda, hogy amikor Bartok már Amerikában volt, nagyon nehéz anyagi körülmények között. Egyszer csak olvashatod egy levelében, hogy jött a végrehajtó az ő amerikai lakásukba, lefoglalva és elhordva minden berendezést, többek között a zongoráját is, és azt írja megrendülten, és életemben ez az első nap, amikor nincs zongorám. Egyébként, hogy mondjam, tehát már emlegettem a Psalmus hungaricus de... Kort, Hord, e, hallgatsz? E, e, e. Ligeti Györgyre gondolsz például? Akár vagy, például. vagy Kurtágra? Természetesen. Bárkire, aki most él és alkot. Vagy Ötvös Péterre. Én őket is. Sőt, Aha. engem ők is inspirálnak, de korábban még főiskoláskoromban Lutoslavsky-ra is utalnék. Tehát, és Akik meg így, így jöttek, vagy tehát nekem hogy mondjam, fent nyitott vagyok, tehát állandóan jön be, és én folyamatos zene hallgató és fogyasztó vagyok, és kíváncsi ember vagyok. És érdekel, hogy kik, hogy gondolkoznak, mit tudom én, Ötvös Péter Atlantisza, -at. menjetek föl valahova, hallgassátok meg, és maga az univerzum, és döbbenetes, és csodálatos. Tehát, Kimeríthetetlen témához értünk, tehát ezt, ezt még órákig lehetne folytatni szerintem. Úgyhogy nem tudom, hát Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Próbáltam mindenre figyelni, amit mondasz, de a hangod zeneisége Néha elvittem, majd ha vágok, akkor próbálom ezt a. Hát nem lesz könnyű megvágni, az biztos. Nem, ne, ne, abszolút. Köszönöm szépen, én hogy itt voltál, is és, és hát nem hogy itt lehettem. és is is láb. Az a lényeg, hogy november 25-én lesz nekünk az Amadeus című Peter Seffer darabnak a bemutatója, amelynek a rendezője vagyok én, Hegedűs D. Géza, a Pesti Színházban. És onnantól kezdve remélem, hogy sokat fogjuk tudni játszani is. Minden zenekedvelő és színházkedvelő csodálatos hallgatót várunk szeretettel. Köszönjük szépen, ez tökéletes végszó volt. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe Katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.